Megnyerte a junior lánypárosok döntőjét a Melbourne zajló Ausztrál nyílt teniszbajnokságon Nagy Adrien és japán társa a Natsumi Kawaguchi. Adrien ezzel a harmadik magyar junior konú teniszező, aki nyerni tudott a korosztályos Ausztrál Az MTK 17 éves teniszezője édesanyjával és édesapjával érkezett hozzánk a stúdióba, akik egyben az edző is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát először is gratulálok, ez egy elképesztő siker, és, és azért kíváncsi vagyok, hogy te hogyan élted meg ezt így legbelül azért végignéztem már ilyen junior korú Grand Slam pályafutásodat, és hogy szépen-szépen mész előre. Egy évvel ezelőtt az Ausztrál Open még nem volt sikeres, aztán szépen kijutottál, most pedig egy ilyen eredmény. Szóval ezt te hogy érted meg? Hát ugye ez volt az első Ausztrál Openem, már nagyon vártam az elejétől kezdve, mindig is ide akartam kijutni. Anyáik mindig mondták, hogy ez a legjobb Grand Slam, úgyhogy ez mindig is nagy vágyam volt, hogy egyszer ide eljussak. De ez, hogy most sikerült nyernem is, ez ez egy óriási élmény, és hát nagyon boldog vagyok. Mi számít számodra, vagy mi, mi az, ami többet ér? A páros, vagy az egyéni, vagy jelen esetben tök mindegy? Hát az egyéni az mindenféleképpen azért többet számít, viszont egy páros győzelem is szerintem nagyon nagy értékkel ér, úgyhogy igazából szerintem mindegy, hogy egyéni vagy páros, ez győzelem, az győzelem. Ez így igaz. Milyen ezzel a japán lányjal együtt teniszezni? Milyen régóta tudtok együtt játszani? Tavaly novemberben játszottunk először együtt, és egyből döntőbe jutottunk, és utána meg is beszéltük, hogy itt az Ausztrál együtt fogunk játszani. Az előversenyt is együtt játszottuk, ott, ott is szintén döntőbe eljutottunk, viszont azt ott eléggé elizgultuk, de most így az Ausztrál hogy megnyertük, ez szerintem ez volt a legjobb. Ez nagyon érdekes, az előversenyt elizgultátok, és ezt a legfontosabbat ezt meg nem. Hogy sikerült ezt legyőzni? Azért mondom hogy jó versenyző típusnak is lennie kell mindkettőtöknek akkor. Igen, de ugye ilyen szituációban még nem voltunk. Anyukámmal is beszéltem, hogy, hogy most igazából mire figyeljek itt, de ő is elmondta, hogy ő se volt még ilyen szituációban, <laughs> úgyhogy nagyon nem tud ebben segíteni. Viszont a Temesvári Andi írt nekem, hogy hogy próbáljam meg ne elizgulni, és hogy azt az inkább izgatott legyek, és azt próbáljam minél pozitívabban átvinni a meccsre, úgyhogy próbáltunk igazából csak erre figyelni. Hát nagyon jól sikerült. Tamás, te voltál kint vele, Mi ha volt? jól tudom. milyen volt kint ülni így, hogy egyre közelebb került egy ilyen vágyott célhoz, Gondolom azért te is izgultál, hogyan lehetett akkor ezt csökkenteni és valahogy neki erőt adni? Abszolút, de már az előversenyen is nagyon jól játszottak. A Mexikóba, Amerikában ugyanúgy nagyon szépen teljesítettek. Várható volt, én azt mondom, nem az, hogy nyernek, de az, hogy egy jó teljesítmény kijön, az, az, az mindenféleképpen, és meccsről meccsre jobban játszottak. Szerintem az elődöntő volt egy kicsit gyengébb, ott, ott, azt valahogy, valahogy, nagyon ügyesen menedzselték, és a döntőszetbe a tízes tiebreakbe hozták, viszont a döntőbe végig magabiztosan nagyon, nagyon határozottan teniszeztek. Egy picit lehetett érezni mindig azt, hogy vagy a Natsumi, vagy az Adri egy picit mindig hullámzik a teljesítmény, de most a döntőbe mind a kettő szinte csúcsformában játszott. Egy másfél gémet letekintve azt mondom, hogy szinte 100%-on játszottak. Ugye nagyon fontos az, hogy, hogy mennyire jó az összhang között. Babos Cséméket is láttuk, hogy megpróbáltak, Így ugye, hogy Marcival együtt, és aztán mégsem jön az úgy össze. Tehát, hogy azért ez, ez nem, nem úgy, hogy egyik pillanatról a másikra Így megy. Van. Mi az, amiben ez a két lány kiegészíti egymást? Hát a Natsuminak van egy nagyon jó, pörgős, nagyon trükkös balkezes szervája, amit nagyon-nagyon nehéz ritörnezni. Az Adri viszont elég jó ritörnözik, és nagyon jól játszik a hálónál, tehát a röpte az kiemelkedő, és ez a kettő kombinációja, ez nagyon-nagyon-nagyon erős párt alkot. Virág, milyen volt itt horror végigizgulni ezt, de ez lehetett a legrosszabb, nem? Hát nem volt egyszerű, <laughs> meg kell, hogy mondjam, de, de hát így ez ebben a mai világban azért eléggé ott tudok lenni szinte velük, mert, mert tényleg tudtam követni tévén a, az eseményeket. Ha véletlenül éppen még pályán voltam, akkor is a live score néztem, és, 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 mindent tudtam, tehát tényleg minden, minden pillanatot, meg azonnal tudtunk utána beszélni, hogy tényleg olyan volt, mintha velük lettem volna ott. Hogy... Azt hiszem, hogy ez a közös munkátoknak egy valami egészen elképesztő szép eredménye, de reméljük, hogy ez még csak a kezdet. Úgy, viszont, viszont nekem van egy olyan gondolatom, fiatal, éppen kamaszodó kislány mellett, anyukaként, hogy ez marhára nehéz. Tehát, hogy hogyan lehet az, hogy valaki a korosztályából, az életkorából adódóan is mondjuk szembeszáll a szülőkkel, és ezt nem lehet kikerülni, és közben mégis az edzői is ők, és valahogy mégis meg kell ezt a hangot találni. Ezt ti hogyan oldjátok meg? Mert nem hiszem, hogy egy kivétel, aki mondjuk véletlenül... Kamasz, kamasz. Nem hiszem, hogy de különben egészen, De egészen jól elkerültük azért a kamaszkot, meg egészen jól tudjuk szerintem kezelni. Én szerintem sokkal nehezebb volt ez az edző-szülő kapcsolat, egy olyan 10-11 éves korban, akkor még nagyon nagy ellenállás volt, és nagyon nem akarta elfogadni, hogy mi mit dirigálunk neki, és miért kell neki a teniszpályán azt megcsinálni, amit mi kérünk tőle. És, és ahogy ugye elkezdtek jönni az eredmények, 12-es korától, hogy megnyerte a magyar Bajnokság, meg úgy érezte, hogy hát azért tényleg fejlődik folyamatosan. Arigatok, ez elfogadta azt, amit mi mondunk neki, és azóta tehát maga a tenisszel kapcsolatosan szerintem semmi problémák nincs, hát a szülei feladatokat megpróbáljuk úgy megoldani, mint bár, bárki más szülő, ami nem könnyebben a korban. Na, akkor nézzük ezt a te oldaladról. Szerintem is, amikor kisebb voltam, akkor azért nehezebb volt ez a kapcsolat, így a külön választani a szülő, gyerek és az edző játékos kapcsolatot, de, de most már azért szerintem mindenféleképpen jól működik köztünk. Apával edzésen legfőképp, szerintem ott nagyon jól megértjük egymást, anyával meg inkább a versenyen érezzük az összhangot. Ugye nagyon fontos az, hogy egy versenyző rengeteget utazik, és, és éppen ezért nők a szüleivel ritkában találkozik. Ilyen szempontból ez egy nagyon jó kombináció, hogy legalább ti ott lehettek. Miben segít ez, és milyen helyzeteket lehet mondjuk ezzel kivédeni? Lehet-e? Hát ugye a családi összhang, a szülő-gyerek kapcsolat az egy nagyon-nagyon összetett kapcsolat, viszont amikor ilyen kiélezett szituációk vannak, elég, ha csak kinéz, és hogyha látja a magabiztosságot, látja azt, hogy csak pozitív energiákat kap, akkor, akkor talán, talán azokba a pici lelki dolgokba tudunk segíteni, ami átbillenthet egy mérkőzést. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, hogy, az, hogy ennyire közel állunk egymáshoz, ez ebben segít. Vannak persze buktatói is, tehát előtte, utána nem mindegy, hogy hogy kezeli az ember a vereséget a mérkőzés után, a felkészülésnél, a bemelegítésnél, mennyire kell odaszólni, hogy, hogy akkor most már kezdjünk el valamit csinálni, vagy időbe elkezdi a melegítést, de szerintem elég jól működik, úgyhogy én azt gondolom. Mikor érezted azt, Adri, hogy, hogy már tudatos vagy, és, és, hogy, és hogy igen, most már céljaid vannak? Hát ugye 12 évesen nyertem meg először a Magyar Bajnokságot, és utána kezdtem el nemzetközi szinten is versenyezni, és olyan 14 éves voltam, amikor úgy igazán nemzetközileg is kezdtek jönni az eredmények, és ott döntöttem el igazából, hogy én ezt profi szinten szeretném csinálni. Ugye most még van egy junior éved. Mi a szél, Hogyan építitek fel ezt? Ugye ez az utolsó évem, és még van hátra ugye három gránszem. Mindenféleképpen azokat leszeretném játszani. Azon kívül valószínűleg juniort már nem igazán fogok, lehet, hogy egy-két versenyt még, de már nem sokat. És akkor a profi versenyeket fogom elkezdeni, viszont ott még nem igazán tudjuk, hogy, hogy milyen versenyeket fogok játszani. Azért a tenisz esetében nagyon fontosak a támogatók, nem csak a szülők, hanem azok, akik ugye segítik is ezt a, ezt a nem egy olcsó sportot mennyire találnak meg téged egy ilyen siker után, vagy vagy mennyire találtak meg eddig is? Vagy ilyenkor hopp, most ezentől csörög a telefon, és anya, csak kapkodja. Reméljük. <gall> most már három éve a MOL uh, új Európa Alapítvány programja támogat engem kismértékben, és a szövetség is ugyanúgy uh, kapok tőlük támogatást. És 14 évesen mögém állt egy német cég, aki azóta segít, és ugye akkor még nem voltak olyan eredményeim, úgyhogy nekik nagyon sokat köszönhetek. Na, hogyan néz ki akkor ez a, ez a junior év, és hogyan kell átmenni a felnőtt mezőnybe, hogy ezek az eredmények ott is jöjjenek, és épüljön az egész erre? Hát most nagyon nehéz dolgunk lesz ezzel kapcsolatosan, mert én eddig azért úgy viszonylag képben voltam, hogy, hogy nagyjából mi a terv, és hogy tudjuk felépíteni a versenyeket, és úgy általában mindig én szerveztem neki a versenyprogramját, meg úgy én neveztem őt. Most idei évtől egy akkora változás történt a, a, az ITF-en belül a Nemzetközi Tenisz Szövetségben, hogy igazából nagyon tanástalanok vagyunk, hogy merre tovább. De most teljesen külön választották a, a, legkisebb kategóriás felnőtt versenyeket, az egy teljesen más ranglista szisztémában működik, oda egy külön ranglista számít, és, egy, és a 25 ezeres versenyeken felül pedig a VTA ranglista számít, és ez, ez az egészet úgy megkavarja, hogy most igazából senki nem tud semmit, hogy hol érdemes játszani, hol lehet, igazából fölfelé nagyon nehéz játszani, tehát ne, nehéz dolgunk lesz most igazából összeállítani a programot. Hogyan lehet azt elérni, Ugye nagyon sokszor azt halljuk itt a, a magyar versenyzők kapcsán is, hogy pont ez az az időszak, amikor a felnőtté válás jön, jön a jó eredmény még juniorban, és aztán annyira nehéz ezt átörökíteni és vinni a felnőtt mezőnybe. Mi a titka, vagy mi az, amiben jobban oda kell figyelni? Vagy ami... ami, ami Hát Megoldás nagyon, nagyon jó kérdés. Hát iszonyatosan alázatosnak kell lenni továbbiakban a munkába. Tehát, hogyha egy picit is megáll a, a munkakedv, akkor, akkor itt nagyon nagy bajok jöhetnek. Tehát itt baromira, tehát működni kell onnak a, annak a motivációnak, a belső motivációnak, a háttérsegítségnek, ami, ami előre viszi. Jól kell kiválasztani a versenyeket, ami jelen esetben szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz pont emiatt a szisztémák közötti különbséggel. Hát remél, remélhetőleg azért, azért lépésről lépésre fog tudni ez működni. Meglátjuk. Na, nem, nagyon nehéz. Hát gratulálok még egyszer, köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy ez tényleg az első lépcsőfok volt, csak itt tovább. Köszönjük, Köszönjük szépen.